A rákkal kapcsolatos téfitekre hívták fel a figyelmet a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskola és szakiskolában. A rák nem csak egészségügyi probléma, és nem csak az időseknél jelentkezik, ami pedig a legfontosabb, hogy megelőzhető. Hangsúlyozta előadásában professzor dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Hozzátette, az egészségünk a vagyonunk, amit meg kell őriznünk. Tartsanak be bizonyos szabályokat, a megelőzés szempontjából nem dohányzás, kevesebb alkoholfogyasztás, egészséges táplálkozás, túl elhízás megelőzése, óvatos napozás, védőoltások, amik vannak, azokon részt venni. A Magyar Rákellenes Liga EGRI alapszervezete az oktatási intézménnyel közösen egészséggel kapcsolatos totót és rajzversenyt is szervezett a tanulóknak. Egyre fontosabbnak tűnne, hogy a fiatalkorban még jobban megismerjék a rákbetegség felismerésének szükségességét, a korai felismerés lényegét mindig kihangsúlyozzuk, mert a rákbetegség korai felismerés a gyógyításának egyik alapvető motivációja. Jelenleg Magyarországon évente 70 ezer embernél diagnosztizálnak rákot, és majd 35 ezer ember veszíti életét ebben a betegségben.